hogy itt találkozunk Kolozsváron. Voltam 3 évvel ezelőtt Kolozsváron, és egyrészt megtetszett a város, ugyanis én korábban ugye én csíkszedei születésű vagyok, és mindig, amikor Kolozsváron átmentem, csak a panelokat láttam, és én azt hittem, Kolozsvár ebből áll. Aztán 3 évezet itt voltam, és hát konkrétan pofára estem, mert egy nagyon szép városba csöppentem, és mindenféle szempontból, mind kulturálisan, mind mindenféle szempontból nekem ez egyrészt tetszik, plusz ugye nem vagyok lokálpatrióta, ugye Esztergomban élek most már nagyon régóta, viszont itt születtem Erdélyben, és gyakorlatilag olyan kézműves ember vagyok, igyekszem minden a vásárra elmenni, aminek látok értelmét. Ha lehetne 3 kívánságot, mi lenne az első? Hát tekintettel arra, hogy mivel a mondat úgy kezdődik, hogy ha, tehát innentől kezdve okafogyott által a történet, és nem vagyok aranyhal, tehát én. Egyébként a bakkancs listámon lényegében megvan minden, nincs szükségem most már semmire, ugye nagyon sokáig a bankok támogattak, tehát igazából nem kell már, nyilván annyi pénz kell, hogy a családomat el tudjam tartani, de összességében talán azt hiszem, hogy egy Maseratira még vágyom, tehát egy quattroportére azért még arra szeretnék, de abból ki is berülne minden, tehát nekem ez, imádom a Pininfarina által tervezett ezt a típust, és ugye Ferrari motor van benne, és ezt azért még úgy szeretnék egyszer kipróbálni egy ilyet. Lehet a bankok segítenek majd? Hát ők nem fognak már, de nem is baj. Hazai szerzőtől mi végre vagyunk a világon? Hát én azt gondolom, hogy azért vagyunk a világon, hogy valamilyen nyomot hagyjunk, és ugye nem akarok se Tamás Járonnal, senkivel, nem a Benedek Elekkel sem akarok példázódni, mert nyilván ők túlságosan nagy nevek, hogy de azt hiszem, hogy lehet ikletet meríteni abból, hogy az ember, ugye nyilván mi csak egy pillantás a mi életünk tulajdonképpen, hogyha megnézzük az univerzumot, akkor a mi életünk, a mi tevékenységünk az csak egy a történelemben, vagy bármiben megnézzük, akkor nekünk csak itt másodperceink vannak. Viszont én hiszem azt, hogy valami lenyomatot kell hagyni. Nekem most születik a második gyerekem, és kisfiú lesz, és bízom benne, hogy valamit át tudok adni azon kívül, hogy kiraboltam 30 bankot.